nyilvánvaló kérdésekkel kezdenem, ez pedig a névegyezés miatt van. Engem Kulcsár Balázsnak hívnak, téged Rozgonyi Kulcsár Viktória, tehát hogy honnan származik ez a kulcsárág? Amennyire tudom, a miénk az Egerből származik. Én Fejér megyéből való vagyok, és amennyire tudom, a felmenőim is Fejér megyéből. Székesfehérváron születtem én már, és a nagypapám és felmenője pedig Magyaralmáson egy kis faluból érkeztek. Jó, de mi nem ismerjük egymást egyébként, nem is találkoztunk. Igen, semmilyen nekem családi esemény. Nekem is feltűnt az e-mailből, hogy egyezés van. 2012-ben nyitott a Julányi, és jövőre lesz 10 éves. Ez nagyon érdekes. Azt gondolnám, hogy akkor itt óriási tűzijátékkal készültök. De lehet, hogy éppen nem, hanem izgultok azon, hogy egyáltalán megmaradtok-e. Melyik a kettő közül? Hát inkább az utóbbi, mert hogy 10 évesek pont úgy leszünk, hogy következő össze, mert ugye október 29-én nyitottunk, és a szerződésünk viszont most nyáron fog majd lejárni. Ezen már gondolkodtam is, hogy lehetne legalább addig biztosan meghosszabbítani, hogy a 10 éves jubileumot meg tudjuk ünnepelni, de most akkor pont az van, hogy a szerződésünk még a 10 éves jubileum előtt jár le. És nyilván persze most már folynak a tárgyalások, meg az egyeztetések, hogy milyen lehetőségek vannak a folytatásra. De ezzel kapcsolatban még nincsen semmi konkrétum, úgyhogy most még azért naivitás lenne a tűzijátékot megtervezni és megrendelni a hozzávalókat. Úgyhogy most inkább még az van, hogy tervezgetünk és próbáljuk megtudni, hogy milyen feltételek lennének, és akkor azt szerint végig gondolni, ha lehet még idén, ami már nincs olyan messze a vége ugye ennek az évnek, tehát hogy valahogy azért december végéig szeretném én tudni legalább a kereteket, hogy tudjam, hogy mi vár ránk a következő fél évben akár. De erre látszom úgy esélyt. A folytatásra? Hát erre mindig azt mondom, nagyon sok összetevős, mert nyilván mindenki azt mondja, hogy hát most miért ne lenne tovább Jurány, ez annyira fontos, ezt csinálni kell, csak azért itt a kondíció nem mindegy. Tehát én most nem attól félek feltétlenül, hogy most valakinek nagyon kell ez a hely, és egész mást akar itt csinálni, egy hostelt, vagy bármit, hanem inkább azt nem látom még, hogy mondjuk milyen bérleti díjkonstrukció lesz, ahhoz esetleg milyen támogatást kapunk. Ugye ez egy fővárosi önkormányzati ingatlan, és az a konstrukciónk, hogy mi fizetünk bérleti díjat, és kapunk egy közszolgáltatási szerződés keretében támogatást, és hogy ez a kettő például milyen viszonyban van, az határozza meg azt, hogy tudjuk működtetni ezt a nagy épületet. Mondjuk én rettentő naív vagyok, de azt gondolnám, hogy ez a városnak is érdeke, hogy legyen egy ilyen hely. Én is azt gondolom, meg nyilván úgy jó is a viszonyunk az önkormányzattal, meg büszkék is ránk, tehát hogy azért mondom, hogy olyan érzés nincs bennem, csak azért én viszont már nem vagyok elég naív ahhoz, hogy mindig higgyek csak abba, hogy ez fontos és ez kell. Ezt nyilván én így alulról indítottam el ezt az egész kezdeményezést, tehát hogy azt mindig vállalnom kell, hogy mindig legyen egy felelős döntés abban, hogy akkor ezt így végig tudom-e csinálni, akár most ezt a 10 évet, én most így erre szeretnék első körbe büszke lenni, hogyha sikerül, és akkor hogy tudunk-e mondjuk még 5 évet, akár az azért egy felelős döntés. Ami engem nagyon érdekel, az a SWOT-analízis. Tehát ez zseniális volt. Ugye a Forbes-ban olvastam, hogy SWOT-analízis mániás vagy. Én nem vagyok az, be kell valljam, de amúgy természetesen nyitott vagyok mindenféle érvre. Szerinted miért? Mert nyilvánvalóan az, hogy gondolkozol egy témáról, leírod, hogy oké, mik a keretek, ezt ugye négyféle képlet szerint csinálod, ez jó. De amúgy ez menne a fejedben is, nem? Hát menne, de én mondjuk offline ember vagyok, szóval mindig mindent leírok. Én a mai napig jegyzetelek, van határidőnaplom, tehát nem a telefonomat használom, és az abban lévő Google naptár, mindenféle alkalmazásokat. Valahogy azt szeretem, ahogy leírom, az már úgy rögzül a fejemben is, a papíron is, szóval, hogy minden azzal erősödik, hogy leírom. Én például feladatokat is mindig leírom minden reggel, hogy ma miket szeretnék megcsinálni, és akkor szeretem, hogy kihúzogatni,
sajnos mindig hozzáírni újakat, és aztán este szembesülni vele, hogy végülis nem sokat húztam ki. Azt képes vagyok másnap újra átírni, amiket nem csináltam meg, hogy ezek még mindig vannak, és nyilván ebből ered, hogy nekem a SWOT analízis is azt jelenti, hogy akkor az egy A4-es papír, és akkor elkezdem irogatni igen így az érveket. És az tény, hogy ez inkább arra szolgál, hogy magamat győzzem meg valamiről, tehát a cél az mindig megvan, tehát hogy tudom, hogy valamit szeretnék megcsinálni, csak azáltal, hogy leírogatod magadnak, hogy mik állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy ezt megcsináld, és milyen nehézségekbe ütközöm, most csak hogyha nagyon leegyszerűsítem ugye a SWOT analízisnek a pozitív-negatív pólusát, akkor utána látod az erősségeket így, tehát megjelennek mennyiségben, a gyengeségek is megjelennek, meg a veszélyek, tehát a két oldalt már csak ha ránézel a papírra, és látod, hogy miből van a több. És hogyha több van a pozitív oldalon, akkor azért az olyan jó érzés, és akkor én azt szoktam csinálni, hogy a negatív oldalt meg elkezdem kihúzogatni, hogy mindegyikre próbálok választ találni, hogy na, akkor odaírtam, hogy az a veszély leselkedik ránk, hogy mit tudok én tenni, hogy az mégse legyen, vagy ha lesz, akkor hogy hárítom el. És akkor, hogyha van rá válaszom, kihúzom. Akkor mi volt az a belső gyengeség, ami miatt azt érzem, hogy azzal tenni kell valamit, nincsen mondjuk, nem tudom én, jegypénztárosunk, fel tudok-e venni egy jegypénztárost még, tehát most csak egy ilyen nagyon egyszerű példát. És akkor, hogyha kihúztam mindent a gyengeség beszélj oldalon, akkor már is oda billen a mérlek, hogy ezt érdemes megcsinálni, és ezt én ugye tényleg mániákos vagyok, és tanítom is mindig, hogyha ilyen menedzsment órákat tartok, akkor mindig elmondom a diákoknak is, hogy ez azért kell, hogy saját magatok lássátok, és hogyha mondjuk olyan feladatot adok nekik, hogy kitalálnak egy projektet, és azt megpróbáljuk megvalósítani, és nézzük meg, hogy milyen adottságaink vannak, tehát hogy mondjuk van-e egy felnőtt szülő, akinek van irodája, ahol fénymásolja a szövegkönyvet, most csak egy ilyen nagyon egyszerű példa, az már ugye egy erősség, de mi van, hogyha semmi nincs egy próbaterem, stb., és akkor utána látjuk, hogy mik a negatívumok, és hogyha arra nincsenek válaszaik, akkor abba sajnos nem érdemes most belekezdeni, össze kell hajtogatni, eltenni az asztalfiókba, és akkor később újra elővenni, megnézni, hogy most már 2-3 év múlva mivel lettem okosabb és gazdagabb, és akkor így tovább. Szóval szerintem igazából én ezt tényleg erre használom, hogyha van egy gondolatom, akkor lássam így papírra vetve annak a valóság alapját, hogy ez kell, vagy nem kell. De nem az történik, vagy legalábbis én, hogyha ilyet próbáltam csinálni, mindig az volt, hogy már előre tudom, hogy mit akarok kihozni, és akkor úgy írogatom be a dolgokat, hogy csak azt írom be, amire tudom a választ. Az nyilván akkor egy kicsit ilyen önbecsapás, de én direkt mindent, tehát hogy pont arra jó, hogy minden áron kihoz magadból a rosszat is, meg a jót is, tehát végig gondolt, hogy tényleg mi lehet az. Tehát az persze, hogyha úgy csinálnám, hogy mondjuk tudom, hogy az a veszély, hogy igazából senkit nem érdekel a kortárs képzőművészet, de én azt most pont figyelmen kívül hagyom, és én ezt akkor is csinálom. Hát az, szóval, hogy ezt mindenképpen oda fel kell írni, hogy sajnos jelenleg erre mondjuk célközönség nincs, akkor az egy feladat, hogy de hogy találom meg. És akkor az már elindít egy gondolkodást, meg egy munkát. Nekem eleve az is kérdés, hogy ugye azt mondják, hogy ez mennyire underground, ez az egész dolog, ez az egész színházas, de közben pedig szerintem pont, hogy nem is, pont, hogy akár a nagy külszínházaknak is kellene ilyennel foglalkozni. Ezt hogyan tudod belőni, vagy egyáltalán akarod-e belőni magadat valahova? Most pont volt például Fővárosnak egy ilyen projektje, hogy Alternatív Budapest, nem tudom, hogy arról hallottál, és ők kerestek 10 olyan meghatározó helyet így a Budapest térképen, ami az underground alternatív bot képviseltett a mainstream-mel szemben valamiféle mást, és akkor ott például pont volt egy ilyen szakmai beszélgetés, én a színházi panelben voltam, ahol ezt kerestük, hogy külszínház kontra független. Én amúgy pont nagyon nem szeretem ezeket a kifejezéseket, meg én mindig azt gondolom, hogy a nézőnek teljesen mindegy, hogy ő most egy államilag finanszírozott költségvetési intézmény küszöbét lépi át, vagy pedig egy pályázati pénzekből összekovácsolódott helynek a küszöbét, mert nyilván neki csak a minőség, meg az a szolgáltatás, az az előadás, hogyha úgy tetszik, az ami élményt kell, hogy nyújtson, és nem kell neki tudni azt, hogy most a színészek kaptak-e fizetést, és miből kapták, mert szerintem az már rég nem jó, hogyha őket ilyen szinten is mozgatjuk.
Úgyhogy én igazából azt gondolom, hogy nyilván inkább a profil határozza meg, hogyha már így nagyon csomagokat akarunk, akkor inkább a profil, hogy mondjuk van nyilván a vállalatban inkább kortárs művészettel foglalkozó, mondjuk művészszínházként megbélyegzett, de ebből van kőszínház is, mert ott van a Katona vagy az Őrkény. Nyilván a mi inkább ilyen repertoárszerű műsorpolitikánk is jobban hasonlít rájuk, mert mi kevésbé működünk úgy, mint például a Trafó, ami amúgy egy független bázis ugyanúgy, mint mi. De ők ugye befogadó színház, náluk folyamatosan adják egymás kezébe a kilincset a különböző társulatok, akár nemzetközi szinten, meg hazai szinten. Mi meg így a repertoárjátszásba hiszünk, mint a kőszínházak, hogy van mondjuk 25 előadásunk így műsoron, és akkor azokat pörgetjük, minden hónapban lehet látni ugyanazt az előadást. Szóval azért a kettő között igazából nagyon sok metszet van, tehát hogy nehéz így külön választani. Szerintem formailag inkább az a fontos, hogy azt nézzük meg, hogy mit üzen, mint, tehát hogy mi igazából a profilja. Ebben én azt gondolom, hogy mi egy ilyen kortárs nyitott, mondjuk, hogy progresszív vonalat képviselünk, de fontos az is, hogy mivel itt vagyunk a Buda szívében, egy ilyen vízivárosi második kerületi közegben, hogy mindenképpen sokoldalúak legyünk. Nekem az is egy vállalás volt, hogy azért legyen meg bennünk az a fajta komplexitás, hogy tényleg a kicsiktől a nagyokig tudunk kínálni, de mindig egyfajta minőséget, de ne az legyen, hogy akkor nálunk most csak kísérleti színházi előadások vannak, ami mondjuk így a 20-30 éveseknek izgalmas leginkább, hanem azért legyen olyan, ami inkább egy szövegcentrikus, de szívesen eljön rá egy idősebb ember is, meg mondjuk klasszikus szöveget dolgoz fel, meg legyenek ilyen családbarát gyerek előadások is. És hogyha most én jelentkeznék nálad, hogy van egy akármilyen előadásom, és rögtön benyújtanék egy szótelemzést is, akkor előnyben lennék? Nem úgy lennél előnyben, de én mindig végignézek. Tehát, hogyha mondjuk valaki tényleg megkeres, ez általában úgy néz ki, hogy jön egy telefon vagy egy e-mail, és akkor én kérem, hogy küldjön egy anyagot arról a dologról, amivel ő foglalkozik, és akkor a következő lépés az, hogy vagy jön egy ilyen anyag, akár már egy SWOT analízissel együtt, vagy nem jön esetleg semmi, tehát ugye ez így az első szűrő. Én amúgy a beszélgetéseket is úgy szoktam felépíteni, hogy az egy ilyen kis SWOT analízis, tehát ha nem csatolnál ilyet, akkor is úgy épülne fel a találkozás. Ez persze a partner nem feltétlenül tudja, hogy én először mindig megkérdezem, hogy akkor mik azok, amik rendelkezésre állnak, tehát hogy ehhez már van pályázati forrásotok, vagy van mögötte támogató, milyen a stáb, van esetleg színészegyeztetőtök, vagy van, aki pályázatokat írt, tehát hogy végülis pont rákérdezek ugye arra, hogy mi az, amivel csomaggal már jönnek és rendelkeznek, és akkor megkérdezem azt is, hogy de mit gondolnak akkor, ha ez így lesz, ha úgy lesz, ha ilyet nem írnak ki, hogyha addig nem lesz ilyen, hogyha ez hozzánk nem fér be, ha ez a mi nézőnknek nem annyira izgalmas, és akkor válaszokat próbálok belőlük kicsikarni a szerintem veszélyforrásokra. És akkor így lesz egy beszélgetésnek a végén egy eredménye, de ezt persze nem úgy csinálom, hogy kiteszem az A4-es papírt, és akkor írogatok, hanem ezt csak a fejembe egy kicsit már így ráálltam erre a gondolkodásmódra. Amúgy azért érdekel, hogy nyilván érdekel a színház, ez nem kérdés, a művészetek, de hogy én mindig azt vizsgálom, akár saját magammal kapcsolatban is, hogy még visszatérve egy pillanatra erre az elemzésre, hogy hol lehet az ember ezen a csúszkán, hogy mennyit foglalkozik azzal, ami tényleg a művészet, hogy valami értékes, jó dolog szülessen, és mennyit kell foglalkozni azzal, ami ehhez annyira nem kapcsolódik, hogy mondjuk eljussanak a díszletek A-ból B-be, legyen pályázatíró, vagy egyáltalán az emberek találják meg egymást. Te hol vagy ezen a csúszkán? Azt gondoltam eddig, hogy azért egy ilyen komplex, sok mindenre foglalkozó intézményben neked inkább a szervezés oldalon kellene. Hát abszolút, én már a csúszka végén vagyok. Tehát, hogy ez igen, ez szerintem mondjuk mindenkinek, aki ilyen művészet menedzseléssel foglalkozik, előbb-utóbb felmerül ez a kérdés, hogy mennyire csinálja egyáltalán még azt, amiért ezt az egészet elkezdte. Tehát, hogy ott ez az elő vagyok, vagy hátul, tehát, hogy a művészetet csinálom, és kézzel foghatóan, tehát mondjuk hányszor voltam az elmúlt években egy színházi próbán, vagy csak hallgattam így az ajtón keresztül,
Szóval így az arányok azért eléggé eltolódnak inkább az Excel táblázatok, a számlák és a szerződések irányába, tehát hogy sokkal inkább, tehát mondjuk az én tevékenységemnek szerintem 98%-a már nem úgy a színház, hogy nincsen igazából benne az a művészeti érték, ami miatt én ezt az egészet csinálom. Tehát, hogy sajnos mindig az van, hogy pont arról már lemaradok. Írtam egy nagyon gonosz kérdést, hogy tudod-e, hogy hány tűzoltókészülék van az épületben? Tudom, 25. Ó. Ez egy szép, majdnem kerek szám, úgyhogy ez... És nem is változik, úgyhogy ez mondjuk már 9 éve ennyi. Na hát, ez szuper, akkor ezen átmentél. Igen. Valami legjobban izgat, hogy mennyi mindent lehet még bezsúfolni. Vannak még ötleteid, hogy egy nem tudom, egy kutyai domár szoba, vagy ilyesmi? Hát még ha ötleteim lennének is, helyek már nincsenek, mert ugye már a megnyitóra teljesen feltöltöttük ezt a 6700 négyzetmétert, és akkor utána úgy tudtunk így bővülgetni, hogy még mondjuk voltak helyek, akik befogadtak akár magukhoz ilyen társbérlőt. Tehát most persze van azért egy olyan munkálkodás bennem, meg bennünk így a csapattal, hogy ha most ugye lejár ez a 10 éves szerződésünk, azért szeretnénk azt végig gondolni, hogy amennyiben az lesz, hogy van egy olyan feltételrendszer, hogy ezt mi tudjuk folytatni, hogy akkor viszont most megint visszatérek a nagy fehér papírra, de hogy újra rajzolni ezt az egész képletet, hogyha eltekintünk attól, hogy most éppen ez itt a mi irodánknak a hátsó helyisége, ami kicsit közösségi konyha, meg bármi más, hogy akkor egyáltalán mit lehet melyik térből kihozni, hogyha úgy tekintünk rá, hogy üresen van, és nem kell elköteleződnünk abba az irányba, hogy most ez az adott csapatnak éppen egy próbaterme vagy egy irodája. Úgyhogy azért most vannak ilyen közös gondolkodások, meg ilyen kis ötletelések. Úgyhogy felmerültek még olyan funkciók, amik érdekes módon egyébként még a pályázatomban benne voltak, amikor ez elindult, csak aztán átrajzolódott, mert kicsit máshova került a fókusz, tényleg nagyon sokan jelentkeztek hozzánk, és akkor inkább minden ilyen közösségi térről lemondtunk annak javára, hogy még több szervezetnek tudjunk otthon biztosítani, és most ezek pörögnek úgy vissza, hogy inkább legyen még több ilyen csak úgy közösségi tér, vagy olyan hely, ahova akár bejöhet egy szabadúszó színész vagy egy menedzser a laptopjával, és ott tud nyugiban dolgozgatni, és mondjuk közben nem szól a zene, vagy nincs ott a kávézó moraja. De akkor visszatérve megint a fehér papírhoz és a kis vonalacskákhoz. A művészeknek is ez egy jó dolog, nem? Hogyha ők is kicsit átgondolják, hogy akkor hova akarnak tartozni, milyen irányba akarnak menni, és akkor fölírogatják maguknak, hogy éppen hol tartanak, vagy éppen most én a Jurányiba akarok lenni, vagy nem tudom, akár hát, szerintem ez mindenképpen hasznos. Most azért a mai világban már nyilván olyan telítettem, hogy az alkotói piac, én azt látom, hogy maga az alkotói vágy az tényleg olyan határtalan, és folyamatosan zsibongó és burjánzó, de közben meg így a finanszírozása, meg az egésznek így a forrása az valahogy meg nem egy ilyen végtelen nagy űr, amiből mindig mindenki egyaránt vehet, szóval hogy ott meg eléggé szűkülnek be. Hát én most azt látom, vagy legalábbis úgy ez a kosár, ez nem lesz nagyobb, és mindenképpen az életben maradáshoz kell már szerintem egyfajta ilyen önmenedzselési gondolkodás a művészek oldaláról is. Tehát most megint inkább én a színház frontról beszélek, már azt ismerem, de ugye az előadó művészetben most nagyon sok színész szabadúszó lett, akár itt a Covid miatt is, meg előtte is, és nekik például azért el kell tudni adniuk magukat ahhoz, hogy tényleg bekerüljenek produkciókba, amit tényleg műsoron vannak, tehát hogy ezt ők maguk is érzékelik, hogy ez már egy ilyen önmenedzselés kérdése, hogy ők tényleg egzisztenciálisan milyen helyzetbe kerülnek, mert ott meg még nem tartanak, hogy mondjuk egy ügynökséghez bekopogtatnak, hogy akkor innentől kezdve ti intézzétek az ügyeimet, mert nyilván ott is olyan százalékok vannak, hogy azért ezt előbb ki kell termelni. Tegyük fel, hogy most jövök az önkormányzattól, meg hosszabbították 10 évre a szerződéseteket ugyanolyan feltételekkel, vagy még adtok, kaptak még jobb, meg ilyesmi, és most akkor ki kell találnod, hogy mi legyen júniusban, tűzijáték, vagy inkább egy utcafesztivál. Hogyha most ide jönnék és adnék, mondjuk azt mondanám, hogy jó, itt van 10 millió forint, tessék, csináljátok 10 éves valamit,
ünneplést, akkor mit csinálnál? Hát volt már ilyen gondolatom, hogy az utolsó évadot azt hogy tervezném, de aztán ezt így a Covid elmosta az időt is hozzá, meg a forrásokat is, és akkor az volt a tervem, hogy 10 alkotót, ilyen meghatározó színházi embert kérnék fel, hogy csináljon 10 olyan kis előadást, ami így a Jurányiról szól, bármilyen megközelítésből, az ő szempontjukból, és mindenki választ magának egy írót is, és akkor így gyakorlatilag születne 10 kortárs kis színmű a mi kis jelenségünkről, vagy életünkről, vagy hétköznapjainkról, vagy hatásunkról. És akkor ezt gondoltam, hogy ez lenne a jubileumi évad, hogy akkor minden hónapban bemutatunk ebből egyet-egyet, mert ugye 10 hónap van aktív hónap igazából egy évben így a színház tekintetében, mert ugye nagyjából úgy van, mint az oktatási intézmények. És akkor ez volt a tervem, de hát ez most már így nem tud megvalósulni, mert maximum, hogyha ilyen gyors talpalon, így októberig összehozunk 10 röpke jelenetet, és abból lesz egy nagy előadás, de azért ez egy komoly munka. Mondjuk 10 millió talán elég lenne rá, de egyelőre senki nem kopogtatott ezzel a szándékkal. Szörnyű. Hát akkor még várunk egy picit. Igen, még várjuk a kopogtatást. Köszönöm szépen. Hát nagyon szépen köszönöm én is. Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha feliratkozol, illetve a parizsbudapestmetro.com oldalon további interjúkat találsz.